Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök VNTV Tivan Natura televíziót láthatnak, és más hangszeretett társalgás sorozatunkban, adásunkban nagyon nagy szeretettel köszöntöm Jakab Juditot. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket. És Dévics Istvánt. Üdvözlök én is a nézőket. Én azt hiszem, hogy így ebben a párosításban még nem szerepeltetek együtt, ugye? Így van. Hát így még biztos. Ez az első beszélgetés, és mindjárt nagyon bizalmas dologról szeretnék veletek beszélgetni ennek kapcsán. Hogy miért olyan fontos az, hogy párban legyünk? Ti hogy élitek ezt meg? Ugye vannak mindenféle mendemondák, történetek, szentíratok is arról, hogy férfi és nő valaha egy volt, és mindenféle okok miatt szétválasztásra került, és így a világegyetemben, az univerzumban ez a kettő elválasztott fél mindig keresi egymást, és bár mi itt a kis csekély értelmünkkel, meg a látókörünkkel, meg a kis beszűkült tudatunkkal nem feltétlenül látjuk azt, hogy ez a két rész, ez mindig egymás felé tart. Vagy észreveszik egymást, vagy nem, vagy összetalálkoznak, vagy nem. De ez egy törvényszerűség, és akik összetartoznak, azokat általában semmi nem választhatja el, és bármennyire is mennek szét, mindig ez az összerendező elv működni fog. Na most ez egy ilyen elég hosszú bevezető volt, de mind a ketten tudatos emberek vagytok, a lélek szintjén élitek az életeteket, egész magas isteni dimenziókkal vagytok napi kapcsolatban a munkátok során is, és mégis úgy tűnik, hogy valahogy egymásra találtatok. És akkor induljunk el onnan, hogy miért jó ez, miért jobb ez, hogyha valaki ketten vannak, mint egyedül, vagy mi a különbség, hogy élitek ti meg ezt? Akkor kezdem én. Én annyit válaszolnék erre, hogy én azt gondolom, hogy az életben a konstellációk nagyon számítanak. És ugye nyilván a tudatállapot és a lelkiállapot és az emberi viselkedés, ami befolyásolja ugye mindig egy adott pillanatban, helyzetben lévő reagálásunkat, az fogalmazunk úgy, hogy fátylat húzhat a szemünkre. És néha nem látjuk meg azt, amit meg kell látni. Elmondhatom azt, hogy a mi megismerkedésünkben is nekem is egy ilyen fátyol volt először a szememben, és későbbiekben oszlott ez fel, és láttam meg az igazi valóságot. Maga a kapcsolódással kapcsolatosan én ezt tartom fontosnak, hogy az ember a fejlődése útján, mindegy, hogy azt megelőzőleg mi volt az életében, egy időn keresztül a saját fejlődése mentén, a saját kibontakozása lehetővé teszi azt, hogy az optimális konstellációba beérkezzen, és azt gondolom, hogy mi így találkoztunk. Judit, te hogy élted meg? Elég misztikus dolgok is voltak ebben. Igen. Akkor én vagyok a sztori szós. Ez igen, ez egy nagyon érdekes találkozás volt, úgy vélem, mert nekem volt egy álmom, mielőtt találkoztunk. Még kétszer így hébe-hóba találkoztunk, de soha nem beszélgettünk, csak így talán egy pillanatást vetettünk egymásra. Meg nagyon más a személyiségünk igazából. Én egy ilyen extrovertáltabb vagyok, István ugye egy kicsit introvertáltabb típus, mélyebb befele fordulom. És akkor pont a VNTV fesztivál előtt történt ez, hogy éjszaka megjelent ő az álmomba, és reggel én legalább 3-4 álmomra szoktam emlékezni, mivel ezzel is foglalkozom, tehát így az álmokkal, meg az álmok értelmezésével nyilván a saját kis szubjektív életembe, vagy értelmezésembe. És akkor másnap reggel csak az ő arca jelent így meg számomra, és még gondolkodtam is, hogy na, milyen érdekes. És akkor másnap volt ez az előadás, tartottam egy előadást pont a VNTV fesztiválon, és kiléptem az előadóteremből, és akkor ott jött velem szembe. És akkor ez ilyen nagyon meglepő volt. És arra gondoltam, hogy wow, mondom, ez biztos nem véletlen, hogy vele álmodtam, és akkor most itt szembe jön velem. Úgyhogy
mondom, akkor gondolok egy bátrat, és akkor oda lépek hozzá. Úgyhogy ez volt az indítatásom, és elkezdtünk beszélgetni, szerintem legalább egy másfél órát akkor ott beszélgettünk, és utána így felvettük a kapcsolatot, és akkor elkezdtünk nagyon sokat, sok időt így együtt tölteni, és ez így alakult, tehát folyamatosan. De volt egy nagyon erős kapcsolódás, ugye az első pillanattól fogva, a bismindeketen éreztük. De ez tényleg ilyen misztikusnak véltem, vagy, illetve valaminek, amit tényleg már nem tudsz megmagyarázni talán, hogy ez ilyen felsőbb indítatás, tehát tényleg kaptam mondjuk egy jelet arra, hogy mondjuk meg kell ismerkedjünk. Valahogy az ember ezt érzi, nagyon sokan vannak egyedül most a világban, de mindenki így be van zsongva, és mindenki érzi azt, hogy valami itt van a közelében, valaki itt van a közelében, a párja már itt van a közelében. Most van annak az ideje itt, hogy egymásra találnak ténylegesen a lélekpárok, a lélektársak, és milyen érdekes, hogy már ti is egymás látókörébe voltatok, végül is a lehetőség megvolt. A VNTV azért ad egy lehetőséget arra, hogy a rejtett zugokból az emberek láthatóvá váljanak. Sokszor lehet, hogy a képernyőn fedezi fel valaki, vagy ismeri fel, hogy valami dolga van azzal az adott személlyel. Lehet, hogy az egész szereplésnek ez a célja, hogy ő itt vagyok, vegyél észre már, és akkor egymásra találjatok. Beszéljünk arról, hogy megvolt akkor a nulladik típusú találkozás, és mit minden tárulkozott fel előttetek és számotokra ebben a párosodásban. Tehát ezt most úgy értem, hogy ugye az emberek még mindig klasszikus párkapcsolati mintákban, ősökkel tőlhozott filmekben, mindenhonnan összeszedett mintákban gondolkodik, van egy álma, kialakul belőle egy legjobb verzió, ami szerinte neki jó lenne. Keresem a páromat, aki így néz ki, ilyen tulajdonságai vannak, ezt és ezt éri el, így viselkedik velem, amit te is említettél. És amikor megtörténik egy ilyen találkozás, az a kérdésem, hogy felülírodnak-e ezek az alapsémák és ezek a sablonok. Mit tartogatott ez a találkozás a számotokra? Hát ez biztos a kihívás volt minden találkozásban. Annyira különbözőek vagyunk egyébként személyiségben, én úgy vélem. De majd te is mondd a te oldaladat. Tehát én elég hullámzónak éreztem, viszont mindig volt egy olyan, hogy amikor úgy éreztem, hogy na, ez már tényleg sok, hogy valami belül azt mondta, hogy még legyek türelmes, és hogy ez nem számít, vagy nem ezek az igazi értékek. Talán az, hogy volt valami bennem, ami mindig megerősített abban, hogy maradjunk együtt. Mert én is az a feladós és menekülős típus vagyok, van egy ilyen programom, és szerintem Istvánnak is van egy ilyen programja, hogy jön egy akadály, és akkor inkább, na akkor ez nem működik, akkor lépjünk tovább. Tehát én legalábbis én saját magam nevében tudom mondani, hogy bennem van egy ilyen menekülő program, és szerintem az ilyen elvált szülők gyerekében van egy ilyen program. Tehát valahogy így, amikor a saját boldogságodat hajszolod folyamatosan, és hogyha nem pont olyan, amit te megálmodtál, amit te kitaláltál, ami számodra a legideálisabb, a legoptimálisabb, hát én is annyi tréningen voltam, meg ilyen love coachnál, olyan, tényleg egy sok helyen jártam, és akkor mondom, hogy pontosan írd le, hogy mit szeretnél, akkor vizualizáld, meg minden. Csak ezzel szerintem pont leblokkolod azt, hogy megérkezzen a társad, aki valójában a társad. Tehát mert idealizálunk. Tehát, hogy ki lenne a legtökéletesebb, a legideálisabb számomra. És ezeket kell felülírni, ezeket a programokat, és pont ezt a menekülési programot, hogyha valami tényleg nem stimmel a listámon, tehát, hogy ő nem illik bele abba a kategóriába, amit én pontosan elképzeltem magamnak, na akkor ki is húzom, és akkor na, majd a következő. És nekem például a mi kapcsolatunkban volt egy olyan nagyon erős megérzésem, vagy egy folyamatos érzés, ami követte a mi ismerkedési folyamatunkat, hogy maradjak, és hogy legyek kitartó, és hogy legyek türelmes, és hogy ez működni fog, csak ugye mind a kettőnknek ki kellett dolgoznunk magunkból ezeket a programokat, meg felül kellett írni olyan gátló, blokkoló programokat, amik mondjuk egy egészséges párkapcsolatot elősegítenének. És te hogy éled meg ezt a tudatos párkapcsolatot?
Hát, mint ahogy említettem, hogy egy bizonyos konstellációba beérkezés az nem mindegy, hogy milyen alapállásból történik meg. És én azt gondolom, hogy igen, hogy mi az az alapállás, az a dogma, vagy az a viselkedési mintázat, amellyel egyáltalán ismerkedünk. Ezt lehet mondani férfiakra vonatkozva, meg lehet mondani nőkre is. Ugye nem mindegy, hogy én keresek valakit, az sem mindegy, hogy milyen módon, ahogy Judit említette, nem mindegy, hogy én le akarok vadászni valakit, valamilyen szint, mondhatni úgy, hogy saját preferenciás szempontokból, és én is elmondhatom, hogy az előző élet időmben, ami Judit előtt eltelt, jártam én is egy-két szórakozó helyen, és a tendencia az, hogy az emberek ugye nyilván külsőre mennek. Mindig a szem gondolkodását követik, és ugye az nem látszik az, hogy az illetőnek milyen a személyisége, és akkor ténylegesen hogyan tudok vele hosszú távon együtt vele maradni, hanem átalakult egy olyan részé, hogy mi az, ami az én ideálomban, vagy akár mások által is elfogadott ideál, ami mellettem jól mutat esetleg, és tehát szempontok szerinti levadászás, és nem a tiszta lehetségesség szempontjából lévő megtalálás az, ami történik, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból fontos az, hogy ha tényleg olyan szándékkal és olyan magasabb rendű értékkel közelítünk meg egy kapcsolatot, akkor rájövünk azt, hogy ez fejleszt. És nem menekülünk esetleg megjelenő mintázatok okán, hanem felismerjük a fejlesztést benne. Ugye a szerelem szó is, hogyha kicsit másképp értelmezzük, hogy szerelem a másikat, és ő is engem, ami azt jelenti, hogy pontosan a tulajdonság különbségek összekötése, összehangolása, az, ami végülis egy egységes, fogalmazunk úgy, hogy haderőt ad egy párkapcsolatban, amivel onnantól kezdve tényleg szinte mindent együttesen el tudnak érni. Nagyon érdekes azt látni, hogy én egy kicsit ismerlek titeket külön-külön, ugye még, amikor ti még nem találkoztatok, és amikor így kívülről rátok nézünk, akkor mi azt látjuk, hogy az előéletetek is már egymás fele hozott titeket, tehát az érdeklődési dolgok, a tudatossági szintek, nem véletlenül történik. Lehet, hogy az egész fesztivált miattatok kellett megrendezni, hogy ti ott összetalálkozhassatok. Ezek ugye nem, ezek így viccnek hatnak, de hogyha valakik, akiknek ténylegesen dolguk van, feladatuk van egymással, gyógyítani tudják egymást, hasonló dolgaik vannak, hiszen így tudod a másiknak a tükröt tartani, hogy te is azt élted meg, csak esetleg a másik oldalát, ugye eleve férfi-női két ellentétes pólusként, de valószínűleg ugyanazok a tapasztalatok találkoztak most össze. Óriási segítség, és ahogy mondtad, fejlesztés vagytok, illetve oké, azon kívül, hogy ez egy kihívás egy kapcsolatban, hiszen mindig bele kell állni, meg kell tenni, és nem megfutamodni, azért hatalmas izgalmakat is rejtesz, tehát Isten ajándékai kifürkészhetetlenek, amiket így minden nap így tesz. Mi az, amit felfedeztetek ebben a kapcsolatban? Tehát azon kívül, hogy jó együtt, meg képesek vagytok egymást gyógyítani, feloldani ezeket a beidegződéseket, a kapcsolati mintákat, adott esetben régi traumákat, sérüléseket, bármilyen életből hozottakat is, ami itt van most a jelenben. Mi az, ami feltárulkozott még ebből a kapcsolatból nektek? Tehát van-e valami feladatotok együtt, van-e valami magasabb küldetés ennek a kapcsolatnak, vagy egyszerűen csak jó egymásra találkozni. Fárasztó tanulás, munka után. Meséljetek erről egy picit. Azt gondolom, hogy mindketten határozottan azt mondhatjuk, hogy igen, feltárulkozott. Több síkon és több szinten. Igazából igen, mondhatni azt, hogy azonos vonz, azonos bizonyos értelemben, de maga igen az az út, amit a tudatosodás, illetve önfejlesztés, és természetesen a tapasztalataink és bölcsességünk továbbadása, tehát más embereknek a fejlődésének a segítése, ez szintén közel azonos pályán mozog, csak más-más területen eddig. Más-más területen mozgott eddig.
A mi kapcsolódásunkban én azt gondolom, hogy pontosan, ha nézzük a test-lélek-szellem szintjeit, ugye egy párkapcsolatban lehet testileg egy kapcsolat, egy testi szinten lehet lelki szinten is kapcsolódni, és lehet szellemi szinten is. C. Molnár Emma, dr. C. Molnár Emma egyik mondását, ha idézem, egyszer náluk voltam, és ő mondta azt, hogy igazából az embert figyelembe véve mindegy, hogy nő vagy férfi, legvégső fokon, a leghosszabb ideig tartó kapcsolatokban végül is a motiváció és a kreativitás alapja az mindig a szellem. És én azt gondolom, hogyha tényleg a szellemi nívó közel azonos spektrumban van képzettséggel, akkor igenis az a két pár egymás között nem azt látja kifejezetten, hogy a másik mondjuk megreked, és az egyik tovább szárnyal. Tehát, hogy igazából az együttfejlődés sokkal egyszerűbben tud megvalósulni, és hiszen alapvető, eszenciális részünk az, hogy igényünk is van rá. És maga az, amit mi felismertünk még ezzel kapcsolatosan, hogy Judit, ugye ő pozitív pszichológus, és én pedig emberi tulajdonságok fejlesztésével foglalkozok, illetve spirituális képességek fejlesztésével is, hogy pont ez egy olyan két felület, amellyel mi magunkban is összeadtuk ezt az erőt, és természetesen ezt mások számára is meg tudjuk jeleníteni. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan felismerés részünkről, hogy a kapcsolatunk az nekünk mondjuk úgy, hogy egy kicsit személyes belső áldás, de az, hogy mi az, amit mi képviselünk, és hogy azt hogyan tudjuk, mint mintázatként továbbadni, én azt gondolom, hogy ez az, amit ért most itt vagyunk, és amiről részben beszélünk. Az lett a nevetek, hogy egységes páros, és erről meséljetek egy kicsit, ugye. Nem véletlen volt ez az időzítés, amikor ti tudtatok találkozni, tehát így ismerve külön-külön titeket, készen álltatok rá, tehát elég komoly út előzte meg azt a személyes, lelki, szellemi fejlődésetek szintjén is. Gyakorlatilag ti már akkor találkoztatok, amikor igazából egyedül is tökéletesen egységben voltatok önmagatokkal. És ez a pillanat, amikor már azt mondom, hogy nekem nem is kell igazából más, mert én köszönöm szépen, én így jól el vagyok. Megvan a feladatom, megvan a küldetésem, megvan az irány. És úgy tűnik, hogy a kettő még mindig több. Így is. Hogy élitek ezt meg? Mit jelent ez az egységes páros a ti olvasatotokban, vagy mit fed ez? Hát először is, amit István mondta, ez a test-lélek-szellem egysége, ez szerintem fontos. Tehát az egységes páros megalapozza egy ilyen test-lélek-szellem harmónia. Ez a, ugye a kettőnk hivatásának összeadása, ez végülis egy ilyen spirituális pszichológia, ami mindenképpen a jövő. Például most voltam a Greg Braden és Bruce Lipton előadásán Rómában, és ők is ezt mondták, hogy ez a jövő abszolút. És hogy káoszból koherencia, és szerintem ez ilyen közös missziónk, tehát hogyha már így az egységes párosnál tartunk, szerintem fontos volt számunkra, hogy meghatározzunk egy közös missziót, és mindketten felismertük ugye egymás képességeit, ahogy mondta István, ezeket ugye összerakjuk, ugye egymást erősítik, tehát szerintem nagyon szépen illeszkedik az önfejlesztő eszközök és a pozitív pszichológia eszköztára nagyon szépen tud együtt működni és együtt dolgozni. Szerintem fantasztikus eredményeket fogunk elérni, majd erről fogunk beszélni. De minden esetre ugye mindketten felismertük, hogy most egy ilyen nagy káosz van a világban, amit szintén Greg és Bruce Lipton is megerősített, viszont pont a káoszból lesz a koherencia. És mi, mint egységes páros szeretnénk ehhez hozzájárulni, tehát, hogy ezt az átmenetet mi egy pozitív transformációnak szeretnénk így megélni, és azt is szeretnénk, hogy akik esetleg hozzánk eljönnek tréningre, ők is egy pozitív transformáción menjenek keresztül, és a káoszból a koherenciába, tehát ne egy ijesztő élmény legyen, hanem talán inkább egy izgatottság is, hogy
hogy ezáltal fejlődünk, és ezáltal az egész emberiség. Tehát a személyes fejlődésed és a közösség ugye fejlődése úgy szintén fontos kell, hogy legyen. Szerintem nem szólhat már csak rólad az élet. A pozitív pszichológiában is meg annyi kutatás szól arról, hogy mennyire fontos az, hogy bevonódni a közösségbe és segíteni a közösséget, hiszen az ad egy fenntartható boldogságot, és nem csak ezt a hedonikus boldogságot, egy átmeneti boldogság. Tehát én úgy vélem, hogy leginkább azok az emberek lesznek káoszban sokkal tovább, akik még ragaszkodnak ehhez a hedonikus mókuskerékhez, ez a többet, jobbat, mást, ahogy Darnell Christian mondta mindig, mókuskerékbe. De ugyanakkor, hogyha fölismerik már azt, hogy már elindultunk egy koherencia felé, ami nyilván azért egy küzdelem lesz, de mit van a fókuszban? Tehát nekünk ez van a fókuszban már. Tehát mi egy koherens világhoz szeretnénk hozzájárulni, és ehhez a fejlődési szakaszhoz. Tehát ahhoz, hogy mi azáltal, hogy mi összetesszük a kettőnk tudását, ezáltal energiában is, és tényleg tudományos, én ezt a tudományos részét tudom adni, István a spirituális részét, ezáltal egy ilyen segítő csomag igazából, egy mentőv mindazok számára, akik szeretnének egy talán kevésbé drasztikus átmenetet ugye a káoszból a koherenciába. Tehát számomra az egységes páros azért is fontos, mert hogy ezt mi ketten közösen tudjuk képviselni itt a világban. Hát mindenképpen benne vagyunk a változásban már nyakig. Igen. És ugye minden tanács azt mondja, hogy ne keresgéljél, hanem először most legyél te készen. Tehát ha egyedül vagy, dolgozzál magadon, fejleszd magadat, és utána, amikor te készen állsz már arra, hogy valakivel párba kerüljél, itt már alapvetően nem is feltétlenül a párkapcsolat lesz a fő fókuszban, hanem maga az a misszió, az a küldetés, ami már nem csak nektek kettőtöknek jó és a fejlődését szolgálja, hanem mindenkiét. István, milyen konkrét feladatok jelentek meg, milyen ötleteitek lettek így hirtelen, ami a ti kapcsolatotoknak a missziója? Hát ezek az ötletek és feladatok már az eddigi végzett munkánk alapján fogalmazódtak meg, amit igazából tényleg egymásba fontunk, vagy összefontunk. Ami alatt azt kell megérteni, hogy még annyit tennék hozzá, amit Judit mondott, hogy ugye a mi kapcsolódásunk, hogyha nézzük, ugye, hogy férfi principium, női principium, ugye szellem, akkor az intuitív megérzésű gondolkodás, akkor a szív területe, tehát hogy gyakorlatilag ezeknek az integrálása is valóban fogalmazunk úgy, hogy az életvitelszerűen működtetése a lényeg. Ugyanis, és akkor így rá is térünk a meglátásainkra, és a meglátás a következő, maga az, amit mi, mint csomagként elkészítettünk, ez az előnyös életélés megvalósítása, és ez az előnyös életélés megvalósítása tréning az alapján jött létre, hogy nem csak abból a egyszerű lehetőségből, hogy természetesen, hogy ugyanezt csináljuk, és akkor miért ne dolgozzunk együtt, végezzük a munkánkat, addig is legalább együtt vagyunk, hanem arról szól ez a dolog, hogy mondjuk úgy, hogy egy kicsit a helytelen mintázatokat az életben, amit láttunk. Szeretnénk ezzel szemben orvoslást adni, illetve segítséget adni. Mit is értek az alatt? A következőt. Az emberek, vagyis hát több ember foglalkozik fejlődéssel. Sokan eljárnak előadásokra, sokan eljárnak tréningekre. Mi mégis azt vettük észre, hogy általában a tréninget, ugye van egy előadó, lehet az egy férfi, lehet az egy nő, de általában egy személy vezeti ezt és képviseli. Ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy személyen belül nem lehet egy belső béke. Nem azt jelenti, hogy egy személyen belül én nem lehetek egy bizonyos szintig kiteljesedve. Viszont a több szem többet lát alapon. Nem mindegy, hogy monóban hallgatok én egy zenét, vagy sztereóban. És a sztereó képzést, hogyha így meg lehet fogalmazni, akkor így, hogy mi ketten így sztereóban tudjuk azokat a dolgokat, meglátásokat adni,
amit nem csak egy férfi szemből, és mondjuk egy tudatból, most jelenlegi emberi megközelítésből mondva ezt adunk ki, hanem egy női szempontból is. Ez az egyik. A másik része azt gondolom, hogy ami fontos, hogy akik elmennek különböző tanfolyamokra, képzésekre és előadásokra, utána mi marad meg bennük? Ez egy óriási problémának tapasztaltam én az életben, hogy szinte bármilyen jellegű ilyen gyors hétvégés vagy egy rövidebb oktatás után az emberek egy kicsit foglalkoznak vele, és utána ez így elapad, alábbhagy. És maga az, amit Judit mondott, ugye ez a többet jobbat más gondolata, ez még a fejlődés szintjén is fönnáll, és hogyha az emberek nem tanulnak, vagy nem sajátítanak el egy fejlődési stratégiát, akkor igazából ugyanezt ezt a pörgetős, idevele minden információ után kapkodok, és veszem be magamban. Mit akarok ezzel mondani? Növelem az adatokat a fejemben, de a bölcsességet nem. Tehát, hogyha én nem lassulok be, és nem mondom azt, hogy jó, most adoptáltam bármilyen jellegű előadást, arról van írásos anyagom, vagy jobb esetben hangfelvételem, vagy bármi videóanyagom, akkor azt én valóban álljak meg, és dolgozzam át magamon. Szánjak arra időt rá, hogy kérem szépen, én ezt a témát megtanultam, és akkor én ezt az életemben nézem, hogy hogyan viszem bele életszerűen, és ezt vizsgálom. Mert különben, ha csak így beteszem, és én azt gondolom, hogy ez téves gondolat, hogyha én elolvastam egy könyvet, akkor én tudok. Nem. Akkor csak információt tárolok. Tehát a tudás az abból, és a bölcsesség abból fakad, hogy én ezt én művelem. Tehát az, hogy sok adat van a fejemben, az nem azt jelenti, hogy az életben, real time-ban én előveszem, és meg is tudom cselekedni úgy, ahogy elméletileg az adat benne van a fejemben. Tehát itt az összekapcsolás nagyon fontos. Mert az igen, és a fejlődéshez egy nagyon fontos momentum, és mindezt észrevéve, hogy az ilyen tanfolyam, vagyis egy bizonyos tanfolyamok és bizonyos oktatások után tapasztaltam azt, hogy nincs kísérés. Tehát nincsen olyan tovább kísérése az ott lévő diákoknak, vagy tanulóknak, vagy akik elmentek ilyen helyekre, hogy oké, ez most tényleg beépült neked, akkor tényleg valójában tudod működtetni az életedben, mi az, amit jól értelmeztél ebből az egész tanfolyamból, mi az, amit esetleg nem jól értelmeztél. Tehát a visszacsatolás és a továbbkísérés, hogy ez egy stabil tudássá váljon az emberben, azt hiányosnak látjuk a jelenlegi képzésben úgy általában. Mind a mellett én azt is hozzátenném, hogy a képzések megközelítése is egy nagyon fontos dolog, hogy ugye ki mire megy, idézőjelbe jöve, bocsánat, így a hátsó szándékot az mennyire láthatjuk, de hogy az, hogy most x darabszámú képzésem van diákom, tehát a mennyiség valahol átdől egy nem minőségi formába, ez pusztán szintén egy törvényiség, és ebben a tekintetben nem mindegy, hogyha én egy bizonyos oktatást adok, akkor az oktatásomnak a célja micsoda, hogyan van felépítve, mert ugyanis az emberek elmennek egy oktatásra, oké, de ki megy el? Milyen szerkezettel, milyen minőséggel, és ő hogyan akar adoptálni egy bármilyen jellegű képzést. Megvan-e neki a helyes alapjai, hogy ő ezt az képzést adoptálja egyáltalán. Legyen az testélek szellem szerkezetén belül bármilyen aspektusból. Tehát olyan problémákat, vagyis hát, hogy hiányosságokat fedeztünk fel, amit azt mondtunk, hogy egyrészt én is voltam, végmentem ezen az utcán, és azt mondom, hogy ha van rá mód helyeset, van rá mód módosítani, van rá mód korrigálni, akkor onnantól kezdve, hogy már valamit tudunk, én legalábbis én úgy működök, magamnak nem tudok hazudni. És azt mondom, hogy akkor csak a helyeset igyekszem képviselni, és így ezeknek az alapjait vettük figyelembe abban, hogy ezt a előnyös életélés megvalósítás tréninget mégis hogyan állítsuk össze, és miként közelítsük meg. Mikor lehet erről tudni valami többet, erről a tréningről? Mikor tervezitek ennek az elindítását, és kit vártok? Hát először is januárban fogjuk elindítani. Úgy gondoltuk, ez egy jó kis újévi indító. És a weboldalunk az egységespáros.hu,
és akkor ott minden programunk fent lesz. És pont ez lesz a lényeg, hogy tervezünk januárban egy hétvégi tréninget, és annak lesz majd egy ilyen kísérő tanfolyama. Azt hiszem, amit két hetente beszéltünk meg, hogy két hetente lesz egy ilyen kísérő tanfolyam, és akkor folyamatosan ugye monitorálni tudjuk a résztvevőinknek a fejlődését. És akkor egyéni tanácsadásban is, egyéni fejlesztésben is részesülnek, de ugyanakkor ugye a közösség erejéből is, ugye a közösség támogató erejéből is. Ugye ez a tervünk, úgyhogy minden részlet fent lesz ezen az egységespáros.hu weboldalon, de mindenképpen azzal fogjuk kezdeni, hogy a 2019-es év, illetve mindig ugye az előző év, hogyha januárban indítjuk ezt a tréninget, akkor ugye mit élt meg kudarcnak, mit élt meg sikernek a résztvevő, megvizsgáljuk az életterületeket, ugye melyiken érezte úgy, hogy kiteljesedett, melyiken érzi úgy, hogy akár itt a párkapcsolat is felmerül, hogy mondjuk például egyáltalán nem tudott előre lépni azon a bizonyos életterületen, de még a párkapcsolat részhez annyit, mert sokan küzdenek vele, hogy azért mi sem 25 évesen találtuk meg egymást, úgyhogy ez adjon reményt úgy mindenkinek, és szeretnénk ezzel a résztel is foglalkozni a tréningen talán. Tehát én is 37 éves voltam, amikor találkoztunk, István 46, tehát hogy ez legyen egy kis bátorítás mindazoknak, akik még keresik a párjukat, szerintem ezt fontos elmondani. És az isteni időzítés, tehát Dr. Wayne Dyer mondta mindig, hogy azért a Isten ideje, nem a te idő, tehát az isteni időzítés nagyon fontos. Meg az, hogy amit mondtál, Ági, és ezzel is fogunk foglalkozni a tréningen, az önmagad szeretete. És én mindig azt vallom, és azt szoktam közvetíteni a konzultációimon is, hogy ez mindennek a kulcsa, és a gyerekeknek is ezt tanítom már, óvodás gyerekeknek, hogy szeressék önmagukat, és lehet, hogy valami nem úgy sikerül, ahogy szeretnék, de onnan föl lehet állni. Tehát ez a rugalmasság is, tehát, hogy önmagad szeretete, és önmagad felé mutatott rugalmasság, és segítőkészség is. Tehát ugyanazt, amit egy barátodnak, akit nagyon szeretsz, megteszel, ugyanazt tedd meg magadért is. Tehát egy gyógyító ölelés, az mindig jól jön, egy kis oxitocint is ugye termelünk vele. Meg a másik fontos, hogy tényleg a fókusz az elméről a szívre. Ugye erről beszéltem is a VNTV fesztiválon is, hogy azért az nem ugyanaz, hogy honnan teremtjük meg a valóságunkat. Tehát a szív vágyaiból, vagy ugye az elménk vágyaiból. Köszönöm. István mondta egy ilyet, hogy nem mindegy, hogy milyen mintázat vagytok ti most a világnak. Igen. És tényleg ez történik, hogy mind a ketten tettétek a dolgotokat. Nem feltétlenül látható előre az, hogy ez be fog érni. Tehát főleg, ahogy telik az idő, és az önmunkában is el lehet fáradni. Nagyon-nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy na, ez se volt jó, ez is egy rossz tanfolyam volt, ez sem működött, de közben ez nem így van, mert minden mindenre egymásra épül, és igen, vannak lépcsőfokok, nem kapjuk meg az egyetemi diplomát, a bölcsőde, az óvoda, az iskola, és a többi iskola kijárása nélkül. Ha valakinek olyan tanfolyamon kell részt venni, ami esetleg egy negatívabb tapasztalásként éli meg, akkor arra volt szüksége, és menni kell tovább. És ugye Judit nálad, hát titok, nem titok, én elmondom, mert annyira boldogsággal tölt el, hogy mi nagyon sok mindent beszélgettünk mi is régen együtt, és amiket mondanak, hogy manifestálj, és teremtsél, és alakítsd ki, magadban tegyél rendet, te legyél készen, és így egyszerre nyakadba szakadt minden, tehát hogy igen, erre is figyelni kell, fel kell készülni arra, hogy egyrészt türelem, tehát hogyha valaki tényleg következetesen dolgozik magán, és hallgat a szívére, hallgat a belső hangra, és ha meghallja a hívást a titán folyamatokra, lehet, hogy ez lesz a megoldás, lehet, hogy ez is csak egy állomás lesz, nem a végállomás lesz, de menni kell, csinálni kell, türelemmel kell lenni, és felkészülni arra, ami veled is történt, hogy az életedben minden egy szinte egy pillanatokon belül valósult meg, és teremtődött meg, és manifesztálódott. Úgyhogy nagyon jó mintázat vagytok, nagyon nagy hálával tartozunk ezért, nagyon nagy boldogság ezt látni nekünk is.
amikor olyan valakivel találkozol, aki tápláló, akivel termékenyek vagytok közösen, akikkel megjelenik azonnal a térben a feladat, a közös misszió, a küldetés, ami nem csak kettőtöket szolgál, hanem mindenkit szolgál, és mindenkinek jó. Adta magát a dolog, azt gondolom, felismerhettők voltatok egymás számára itt már, de nagyon sok munka volt e mögött, hogy ide letisztuljon ez. Igen, én is úgy vélem, hogy a fejlődés és a megtapasztalás az minden szakaszban ott van. És mi is egy szakaszban találkoztunk, és lépünk tovább a sorsunkban, és azt gondolom, hogy mindamellett a tervezés és mondjuk úgy, hogy felfogása az fontos, hogy igen, hogy mi vagyunk a saját magunk életünk sorsa, kovácsa. Most már. és hogy ilyen szempontból fontos az, hogy ez egy olyan szellemi éberséggel tudjunk alapállásban lenni, amelyben már teljesen másképp vagyunk képesek érzékelni az adott helyzetünket, teljesen másképp vagyunk érzékelni egy tanfolyamot, teljesen másképp tudunk érzékelni emberi kapcsolatokat. Tehát, hogy ez egy fontos, és én azt gondolom, hogy onnantól kezdve válunk igazából, mondjuk úgy, hogy felnőtté. hogy ezzel kapcsolatosan azt tudjuk mondani, hogy jobban átlátjuk a körülöttünk lévő dolgokat, és annyit szeretnék csak elmondani még, hogy természetesen ehhez tartozik hozzá, hogy ki mint vet úgy alatt, tehát ugye nem mindegy, hogy milyen alapállásból, milyen nívóból tervezek én, vagy illetve akarok megvalósítani a dolgokat, de hiszem azt, hogy úgy tudunk ehhez hozzájárulni, olyan tényleges, egyszerű, minden nap életbe beépíthető gyakorlatokkal, és egy olyan programmal, amit azt gondolom, hogy eddigi munkánk során is már kipróbált volt, és működött, ezután már csak együtt is működnie kell, nem másképp. Még egy utolsó intim kérdést szeretnék feltenni, hogy amikor egy ilyen kapcsolat létrejön, mennyire szellemi, mennyire intellektuális ez a kapcsolat, mert ugye itt már nincsenek illúziók, nincsenek meg azok a tradíciók, azok az elvárások, azok a minták, amik az elvárásokat megfogalmazzák, és ahogy éltetik, illetve ahogy buknak meg sorba azok a kapcsolatok, és szűnnek meg, válnak szét ezek az emberek egymástól, akik ilyen alapon működnek. Mennyire intellektuális és szellemi, mennyire tud az a naív gyermeki rácsodálkozó szerelem, szeretet megjelenni a ti kapcsolatotokban, az a romantika, az, ami egy kapcsolat elején van, ugye jellemzően, amikor minden olyan szép, meg jó, meg szerelmes vagyok bele, és ugye nem látom meg a valódi személyiségét, ugye ez a rész itt úgymond kimarad, vagy nem marad ki, tehát hogy ezt így meséljetek nekem, hogy ez szerelem rész. Én annyit tennék hozzá, hogy igazából, és akkor csak megint önmagunkra reflektálva, nyilván az élet az ad játékmezőt és feladatokat. Úgyhogy lineálisan, vagy kimerevítve nem lehet csak a boldogságban lógatni a lábunkat. Viszont ha már vagyunk annyira tudatosak, hogy felismerjük, hogy elindult a szekér, vagy túlszaladt a szekér, vagy hogy mi magunk túléptünk valamit, ugye ott is kezdődik egy érzelmi intelligencia, hogy ezt azt mondjuk, hogy hoppá, ebbe álljunk meg, és akkor ezt most nézzük át újból, lassítsunk be, tehát hogy mi se kerüljünk bele egy olyan örvénybe és egy olyan fajta húzásba, ami nem engedi meg a mindennapok szépségét és örömét megélni. Judit, ebben nagyon jó. Engem nagyon sokat tágít ebben a mindennapi örömök és szépségek megélésében, úgyhogy ez jelen van. És maga ez a tudatosság, vagy ez a szemlélet is természetesen a terveinkben is benne van. Például, hogy tervezünk egy még nem létező, mármint hogy kategóriájában nem létező könyvsorozatot is, ami titok, hogy mi lesz, de szintén ezt is szeretnénk kihozni, és igazából pont amit beszéltünk, hogy szellemi kapcsolódásunk ugye nem csak az azonos érdeklődési terület számít, hanem tényleg az ott lévő szellemi éberségünk, az ott lévő érzelmi intelligenciánk, ahogy nem
uralkodni, és nem alá vagy fölé rendelt szereppel akarunk lenni semmilyen életterületen, hanem tényleg felismerni azt egy időn túl az emberben, hogy rájön arra, hogy igazából hát, na bum, mégiscsak egy férfi és egy nő van nagy számban a Földön. Tehát akkor ez valamiért, ez így van ez az arány, tehát hogy akkor ne egy olyan mintázatot kövessünk egy kapcsolatban, hogy akkor ez el legyen nyomva, nem. Tehát hogy ezekre mind mi is igyekszünk odafigyelni és korrigálni, ha felmerülne ilyen, de jelen pillanatban... Felmerül. És tehát, hogy erre akartam még rávilágítani, ezzel, amit én... Majd én kiegészítem, hogy éled ezt megjutott. Bocsánat, hogy így közbe vágtam. Én azért ezt szeretném mondani, hogy azért mi sem vagyunk ilyen szentek, meg ez egy tökéletes, tehát hogy szerintem nincs olyan, hogy tökéletes párkapcsolat, az anyukám is mindig megmondta. Viszont fontos, hogy ne feszülj rá, meg ne erőltes dolgot, szerintem azt vettük észre, hogyha így engedjük, hogy ha a flow-ban vannak a dolgok, és nem feszülünk rá, akkor valahogy így bejön, meg tud érkezni a szinkronicitás, a kreativitás, tehát ilyen nagyon érdekes kapcsolatunk elején. Ugye a különbözőségeink miatt azért sok küzdelmünk volt, tehát hogy ilyen rózsaszín felhőt, én nem is emlékszem, hogy megéltem volna, ez csak később jött. Tehát hogy annyira, szerintem István is ilyen nagyon racionálisan állt hozzá, így lefektette az alapokat, hogy ne legyenek ilyen... Havis illúziók. Így van. Tehát, hogy ne tápláljak illúziókat. Tehát, hogy ne próbáljam ő belétenni azokat a tulajdonságokat, mondjuk, amik nincsenek ő benne. Tehát én meg hajlamos vagyok rá, hogy én már elképzelem, hogy 5 évvel később mit fogunk csinálni, és hány gyerekünk lesz, stb. Tehát ez egy tipikus női szerint vonal. Viszont ő már az elején mondta, ezeket ő lezárta. És szerette volna, hogyha úgy indítunk egymás felé, hogy teljesen tisztán. Tehát, hogy hozzáteszem azért plastikusan, tehát hogy azért... Jó, persze, rugalmasan nyilván, persze, egyértelmű. Viszont ez fontos volt. Tehát, hogy nem... Tehát szerintem 2-3 hónapon belül nem voltak így illúzióim bele kapcsolatban, hanem úgy tudtam igent mondani a kapcsolatunk folytatására, hogy már tisztában voltam ugye az ő... tulajdonságaival, képességeivel, hátterével, tehát mindennel, ami szerintem fontos, és hozzájárul ahhoz, hogy én elképzeljek vele mondjuk egy jövőt. És akkor utána meg tudott érkezni minden. Tehát közben is volt nyilván romantika, nem azt mondom, hogy nem, csak hogy utána már egy talán felszabadultabb volt, mivel te hozol egy tudatos döntést, hogy én ezzel az emberrel szeretném folytatni ugye az utamat. És onnantól meg... be is engeded őt akkor már mindenestül, mert ez a döntés ugye megszületik. Nagyon megtiszteltető a számomra, hogy ti pedig beavattatok ebbe, hogy ezt megosztottátok az emberekkel. Ennek az egyik fontos célja az, hogy legyen mindenki bizakodó, tehát működnek azok a dolgok, amikről itt szó van, vannak most már példák. Nyilván mindenkinek megvan az útja, valakinek már csak meg kéne engedni, hogy ezek megtörténjenek velük, és tényleg adjatok reményt azoknak, akik erre vágynak, vagy már érzik azt, hogy már itt van az ő párjuk is valahol a közelben. Valakinek nem feltétlenül ez a dolga ebben az életben, hogy párja legyen, de akinek van nyilvánvaló, hogy csodálatos lehetőségeket tartogat és rejteget még a világ, az emberek számára. Az egységes páros oldalatokon remélem, hogy követni lehet majd azt, hogy milyen programjaitok vannak, milyen új ötleteitek vannak, mert most itt nem is már sokat beszéltünk, nem is jutott mindenre idő, de majd folytatjuk ezt a történetet, meglátjuk, hogy hogyan folytatódik a tiétek is, és adjon csodálatos mintázatot, lehetőséget, a tudatmezőben már benne van ez is, ahol összebékül, ahol újra egymásra talál a férfinő, sokkal magasabb minőségben, sokkal magasabb szellemi-lelki szinten is, ami gyógyítja a régi mintákat, felülírja, illetve hát új dimenziókat teremt. Úgyhogy én köszönöm szépen, tényleg hálásan köszönöm, hogy megosztottátok, és hát ezek azért nagyon bizalmas dolgok, és nem is sokan vállalják ezt, hogy ugye azt mindig vállaljuk, amikor valami baj van, meg valami probléma van, akkor arról szívesen kiabálunk, amikor valaki meg boldog, és megtalálja a párját, akkor meg annyira félti,
hogy inkább titokban tartja, de hát ez hat, ha valami, akkor ez hat terjedjen szabadon. Mi is köszönjük szépen a lehetőséget. Igen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálján láthatják. Viszontlátásra! Thank you.